Utoljára gyűltek össze a nyíregyházi junior fiú kézilabdázók ebben az összetételben a Continental Arénában. Az apropó az aranyérmek átadása volt, a csapat ugyanis az élen végzett az NB1B keleti csoportjában. Bécsi János együttese 22 győzelem mellett egy döntetlent játszott és egyszer szenvedett vereséget. A második helyezett békési csapatot 2 ponttal előzte meg a nyíregyházi gárda. A szakvezető szerint magabiztosan szerezték meg az aranyérmet. A tavalyi év számunkra egy picit erősebb volt, hisz egy évvel fiatalabbak voltunk, vagy 2-vel, mert a korosztályunkhoz képest, akik megnyerték a bajnokságot, ők is idősebbek voltak. Ebben az évben 6-7 csapat volt, aki hasonló erősséget képviselt, a többi gyengébb szintet hozott. Ezzel a 6 csapat játszott el lényegében a bajnokságot, és itt tényleg a pillanatnyi forma döntött egymás közt, hogy milyen eredmény születik. Mi ebből jól jöttünk ki, én úgy gondolom, hogy voltak jó mérkőzéseink, voltak kevésbé jobb mérkőzéseink, de úgy gondolom, hogy magabiztosan tudtunk nyerni minden mérkőzésen. Bécsi Ádám a második helyen végzett a gólövő listán úgy, hogy az őt megelőző játékos az utolsó fordulóban 24 gólt dobott. A nyíregyházi kézilabdázó szerint elsősorban a csapategységnek köszönhető az aranyérem. Ez nem egy hétnek a munkája volt, erre már 3-4 éve készülünk, nagyon régóta játszunk együtt. De ugye harmadikok lettünk, akkor megértük, hogy idén menjenek a bajnokságot, és úgy álltunk ez a dologhoz, hogy évre mindenki rendezze a fejeket, és úgy dolgozunk minden héten, hogy ennek így is meg lesz az eredménye, és a végén meg is tudtuk nyerni ezt a bajnokságot. A nyíregyházi fiatalok közül többen a fővárosban folytatják tanulmányaikat, közülük van, aki befejezi a játékot, van, aki tovább kézilabdázik majd Budapesten. Néhányan a felnőtt csapathoz kerülnek, de 2-s játékengedéllyel ősztől az NB2-ben szerepelnek majd.